12 kisgyermekgondozó diák tölti a szakmai gyakorlatát a szekszárdi városi bölcsödében. Ők mindannyian a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre egészségügyi technikum és szakképzőiskolában tanulnak. Az intézmény és a bölcsőde között már évek óta jó az együttműködés. A gyerekek ennek köszönhetően olyan ismeretekre tehetnek szert, amiket az iskola falai között nem tudnának elsajátítani. Nagyon fontos az, hogy mindjárt ilyen munkakörülmények között tudja a szakmát megismerni és elsajátítani, és hát az elmélet és a gyakorlat integritásában tud még nagyon sokat segíteni a duális partner. A városi bölcsőde vezetője azt mondja, a megújult szakképzési rendszerben a duális képzés során a fiatalok már az iskolai évek alatt testközelből tapasztalhatják meg, hogyan kell bánni egy-egy gyermekkel a terepmunka során. Fokozatosan veszik át a gyermekeknek a gondozását, természetesen úgy, ahogy a gyermek engedi, amelyik kicsit közeledik hozzájuk őket először, amelyik kicsit húzódozóbb, utána megvárjuk azt a kis lehetőséget, azt a pillanatot, amikor már a gyermek elfogadja, és akkor utána veszik át annak a gyermeknek is a gondozását. Szekszárd már elnyerte a Családbarát Város címet az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ezért is tartották a megyei jogú városvezetői fontosnak, hogy az önkormányzat is csatlakozzon az együttműködéshez. A képzésben résztvevőkkel szerződést kötünk, és díjazást kapnak a szakképzés idejére, illetve ugyanazok a jogok, amik egy alkalma, vagy egy dolgozott megilletnek, szabadság meg, stb. Azokat ők is megkapják. A most gyakorlaton levő diákok a tervek szerint májusban és júniusban tesznek szakvizsgát, szeptembertől pedig újabb tanulók érkeznek a szekszárdi városi bölcsödébe.